Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket, illetve a városi közösségi oldalunkon keresztül Budakalász lakosságát. A rendes testületi ülés polgármester úr távolléte miatt én vezetem. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős képviselőtestületből 8 fő jelent meg az ülés, tehát határozatképes. A napirendi pontok közül javaslom, hogy a 12. napirendi pontunkat a vendégünk miatt vegyük elő és elsőként tárgyaljuk. Amennyiben ezzel a módosítással elfogadjuk a napirendi pontokat, akkor most szavazzunk először, hogy támogatjuk-e. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazat mellett elfogadta a napirendi pontokat. Még a napirendi pontokat megelőzően engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a legutóbbi rendes testületi ülésünk óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről. És október elején ünnepeltük az idősek világnapját a Faluházban. A Kalászi Idősek Klubjában is megemlékeztünk erről a jeles napról. Október 6-án a Damjanics emléktáblánál emlékeztünk az aradi vértanúkra. Október elején volt a tófutás is, amelyen több mint 1000-en vettek részt. Ezen a rendezvényen indult el az aláírásgyűjtés is a kalássuli gimnáziumi osztályainak indításáért, a szülői munkaközösség szervezésében. A városvezetés és a képviselőtestület továbbra is támogatja az ügyet. A kalássuli általános iskola oktatási rendszere 8+4 évfolyamos iskolai modellre szeretne átállni. Erről már tavaly is és idén is hoztunk egyhangú képviselőtestületi határozatot. A döntés az az oktatásért felelős belügyminisztérium kezében van. Október 18-án tartottuk az idei második közmeghallgatást a Faluházban. Ugye már 2019 őszétől ismert, hogy évi egy helyett, ami kötelező, évi kétszer, tavasszal és ősszel is tartunk közmeghallgatást. Egy másik téma a Lemfonóban az évtizedek alatt kialakult környezetszennyezés feltárása folyamatban van. A fúrások a nyár végén befejeződtek. A laboreredmények novemberben, tehát hamarosan várhatók. Ezek ismeretében indulhat meg a kármentesítés. Köszöntöm Bár István képviselő urat is. És megállapítom, hogy a jelenlévők száma 9-re emelkedett. Az idei útfelújítási programban eddig 2,3 kilométernyi utat újítottunk fel, részben lakossági közreműködéssel. A Kálvári utcában tegnap kezdődött el az útszélesítés és a járdaépítés. A beruházás keretében a geotechnikai szakvéleménynek megfelelő támfal is fog épülni. A Kálvária utcai beruházással párhuzamosan a Gyümölcs utca és a Berdő utca találkozásánál található kereszteződés átépítése is folyamatban van. Itt ugye az elektromos kábel miatt csúszik a projekt, nem megfelelő módon lett lefektetve, át kell helyeznünk, emiatt ezen a fronton csúszás várható. Ahogyan korábban jeleztük, a kétirányú autóforgalmat a Kálvária utcában akkor lehet visszaállítani, hogyha a gyalogos és autós közlekedés biztonságos feltételeit megteremtettük, ezen dolgozunk, hogy ez mielőbb létrejöjjön. Két napja emlékeztünk 1956 hőseire és áldozataira a Faluházban. Ezen a szép ünnepségen adtuk át a város díjait is. Idén a díszpolgári címet posztumusz Milosevic Péter kapta, a Budakalászért emlékérmet pedig Gaján Vilmos és a Lemvirág tánc együttes vette át. Most pedig akkor térjünk át a napirendi pontokra, ahogy megszavaztuk. Elsőként akkor a 12-es számú napirendi pontot. Külön köszöntöm Lávinger Ildikót, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász elnökét. Az előterjesztés arról szól, hogy a helyi védelem alatt álló úgynevezett Schmidt házat, amit ugye 3 évvel ezelőtt a német nemzetiségi hagyományok ápolása, illetve a kulturális értékek megőrzése céljából a helyi német nemzetiségi önkormányzat gondozására és hasznosítására bíztuk. Ezeknek a céloknak a biztosítására
az ingatlanra haszonélvezeti jog került bejegyzésre. A nemzetiségi önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállalta az ingatlan hasznosítását és a szükséges felújítások elvégzését. Az együttműködési megállapodásban kikötésre került, hogy amennyiben a beruházás 3 éven belül nem valósul meg, úgy a haszonélvezet megszűnik. A beruházás előkészítésére az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság 30 millió forint támogatást nyújtott. A fejlesztés azonban az elmúlt években nem tudott megvalósulni, mert a nemzetiségi önkormányzat a kivitelezés fedezetéhez a megváltozott gazdasági körülményekre való tekintettel nem jutott hozzá, sem központi költségvetési, sem Európai Unió, sem pedig az országos német önkormányzat által biztosított forrásból. Reméljük, hogy a gazdasági helyzet javulásával sor kerülhet majd a beruházás megvalósítására. Ennek érdekében az együttműködési megállapodást úgy tervezünk módosítani, hogy a fejlesztése további 3 év álljon rendelkezésre. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy adott esetben ettől eltérő hasznosítási lehetőségre is hasznosítási és lehetőség nyílhat, ha ehhez a tulajdonos, a Budakalász város önkormányzata hozzájárul. Ezt a módosítást befogadom, így a megállapodás preambuluma a szöveg szerint a következő mondattal egészül neki. A felek fenntartják azt a jogukat, hogy az ingatlan hasznosításának célját kizárólag közös megegyezéssel indokolt esetben kibővítsék, vagy a közösség érdekeinek szem előtt tartásával egyéb módon megváltoztassák. Van-e ehhez kapcsolódó kérdés, hozzászólás? Képviselőket kérdezem először. Esetleg Ildikó részéről. De csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a 30 millió forintból a felújítási tervek elkészültek. Az ott kimaradt belőle. Igen, az előkészítés. Igen, kaptuk a... Elkötöttünk, de minden rendben van, köszönöm szépen. Igen, a tervek ugye kész vannak, tehát innentől kezdve, hogyha a kormány valamelyik csatornán keresztül biztosítja hozzá szükséges forrást, akkor a kivitelezési munkák is majd a beszerzési eljárás után megindulhatnak. Ha nincs további hozzászólás, kérdés, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász önkormányzatával 2020. november 23-án kötött együttműködési megállapodás és haszonélvezeti jog alapítása című megállapodást felülvizsgálta, és a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás és haszonélvezeti jog alapítása egyes számú módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Köszönjük szépen a részvételt. Természetesen lehet maradni, mert az ügyes nyilvános, de... Folytatjuk a következő, a régi számsor szerint az egyes számú napirendi ponttal. A javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására. A rendeletben meghatározott támogatások esetében módosításra kerülnek a jogosultságot megalapozó jövedelmi határok, illetve bizonyos esetekben a megállapítható támogatások összege is, tekintettel az infláció mértékére, a hétköznapi életben megemelkedett költségekre. Ezen felül a módosítás másik indoka a Pest vármegyei kormányhivatal felhívása. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Balogh Csaba képviselő úr, a bizottság elnöke az előterjesztéshez módosító indítvány nyújtott be, mely szerint javasolja, hogy a rendeletben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása során az egyfőre jutó havi jövedelem szociális vetítési alapjának összege a korábbi 250%-ról 300%-ra emelkedjen, míg a gyermekeket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap korábbi 300%-os összege
350%-ra emelkedjen. Ezt a módosító indítványt befogadom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete megalkotja a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a rendeletet elfogadta. Következő napirendi pontunk, javaslat az önkormányzat tulajdonában álló temetőkre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítására. A törvényi szabályozás alapján bárki bárhol, bármelyik temetőben örök nyugalomra helyezhető, vagyis önkormányzati rendelet nem határozhatja meg azt a személyi kört, akik a helyi köztemetőben eltemethetők. Rendeletünk alapján az utolsó bejelentett állandó lakóhely alapján lehet intézni a temetést, ennek hiányában egyedi engedélyt szükséges beszerezni. Ez a rendelkezés, vagy ennek a rendelkezéseknek a hatályon kívül helyezésére hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. Budakalászváros önkormányzatának képviselőtestülete megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló temetőkre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a rendeletet elfogadta. Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Kalászi Idősek Klubja vezetője benyújtotta a 2023. évi költségvetési adatok és a szolgáltatást igénybevevők száma alapján az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási önköltségeket. Ez alapján elkészítettük az intézményi térítési díjakról szóló térítési díjrendelet módosítását. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. Budakalászváros önkormányzatának képviselőtestülete megalkotja az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a rendeletet elfogadta. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására. Jelen előterjesztés a hatályban lévő változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítására a változtatási tilalommal érintett területek indokolt kiterjesztésére tesz javaslatot 3 olyan területrészen, ahol a véleményezésre elkészített új szabályozási terv a korábbitól eltérő szabályozást javasol. Ez a 3 terület egyébként a 11-es út mellett a Hermes New Garden áruházak mögötti kis területre vonatkozik. Itt a Damjanich utca torkolatánál a Budai úton, ahol a szabályozási terv ugye egy módosítást javasol, annak érdekében, hogy egy ügyesebb közlekedési rend alakuljon ki, a harmadik pedig a Berdóban egy gyümölcsköznél egy ingatlan esetében módosítja a listát. A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, azok hatályba lépéséig, de legfeljebb 3 évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat rendelhet el. A készülő új település rendezési eszközök elfogadásának tervezett ideje ugye idén decemberre várható, majd ha ezt követően hatályba lépnek az új előírások, akkor a változtatási tilalom is automatikusan megszűnik. Van ehhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor felolvasom a rendelt alkotási javaslatot. Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete megalkotja a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a rendeletet elfogadta. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja alapító okiratának módosítására. Budakalászváros önkormányzatának célja volt, hogy Budakalász területén az idősek számára a Kalászi Idősek Klubja által biztosítsa a rendszeres házi segítségnyújtást. Időközben azonban elindult az országos gondosóra program, mely ingyenesen biztosítja ezt a szolgáltatást minden jelentkező időskorú számára, ezért értelmetlenné vált, hogy párhuzamosan itt helyben is kiépítsünk egy hasonló szolgáltatást. Emiatt az intézmény alapító okiratából a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó részek törlendők. Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága határozott képtelenség miatt nem tárgyalta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, felolvasom a normatív határozati javaslatot. Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete a Kalászi Idősek Klubja alapító okiratát a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás törlése érdekében módosítja, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóvá hagyja. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a normatív határozatot elfogadta. Javaslat helyi választási bizottság tagjainak megválasztására. Ennél a napirendi pontnál átadom a szót dr. Deák Ferenc jegyző úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. A mikrofon. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm a szót. A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására készülve a képviselőtestület a választási eljárásról szóló törvény szerint a választás évét megelőző évben választja meg a helyi választási bizottság tagjait. Személyükre a helyi választási iroda vezetője, az a személy szerint a jegyző tesz indítványt, melyhez a törvény szerint módosító javaslat nem nyújtható be, és megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselőtestület. A helyi választási bizottság további tagjait a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízhatják majd meg. A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egyidejűleg kerül sor az Európai Parlament tagjainak megválasztására is. Egy közös eljárásban az Európai Parlament tagjainak választásán listát állító jelölő szervezetek is bízhatnak meg tagokat a helyi választási bizottságba, mindenre majd tehát a választás időpontjának kitűzése után a jelöltek nyilvántartásba vételét követően kerülhet majd sort. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e kérdés vagy hozzászólás az elhangzottakhoz kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Budakalászváros önkormányzatának képviselőtestülete a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg. Tagok: dr. Deutsch Norbert, dr. Philips Andrea, dr. Szilágyi István, póttagok: dr. Kürti Júlia, dr. Bognár Berki Zsuzsanna. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Javaslat, köszönjük szépen!
javaslat a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására. A jogszabály szerint a települési önkormányzat 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Annak célja a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák kezelésére irányuló intézkedési terv megalkotása. Az 5 kiemelt célcsoport, melyről a program szól, a mély szegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékossággal élő személyek. A program tervezetét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság illetékes esélyegyenlőségi mentora szakmailag véleményezte, és ezt formai és tartalmi szempontból a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek találta. Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága határozott képtelenség miatt nem tárgyalta. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy elfogadja a helyi esélyegyenlőségi program 2023-2028 elnevezésű dokumentumot, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a HEP nyilvánosságra hozatala érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Javaslat kelet-nyugati irányú városközi autóbusz közlekedés fejlesztésére. Budakalász és a környező agglomerációs települések lakossága az elmúlt évtizedekben a fenntarthatónál gyorsabb ütemben bővült, ami az autóforgalom szinte elviselhetetlen mértékű növekedését okozta. Budakalász tavaly elfogadott fenntartható mobilitási tervének fontos eleme a közösségi közlekedés feltételeinek javítása a térségünkben, ami csökkentheti az autóforgalmat. A H5-ös hév agglomerációs szakaszának teljes rekonstrukciója nemrég kapta meg az építési engedélyt, a beruházás a kormány döntése alapján tud majd elindulni. Kelet-nyugati irányban ugyanakkor Budakalász térségében jelenleg egyáltalán nincs közösségi közlekedés, legalábbis rendszeresen kiszámítható közösségi közlekedés. Célunk, hogy Budakalász bekapcsolódjon a városközi agglomerációs autóbuszhálózatba, aminek fontos eleme lenne egy kelet-nyugati irányú városközi buszjárat elindítása. A javasolt útvonal Solymár felől Ürömön át érkezne Budakalászra, majd a Megyeri hídon keresztül Budapest 4. kerületét, vagyis Újpestet célozná meg. Ez a buszjárat a Budakalászon belüli közlekedésben is nagy előrelépést jelentene, különösen a kerékpárral nehezebben megközelíthető hegyvidéki utcák és a városközpont között kapcsolatot teremtve. Ugyancsak előrelépést jelentene, ha a Szentendre és Budapest között közlekedő, már meglévő buszjáratok legalább részben érintenék Budakalász belső területét is. A fenti célokat a környező településekkel együttműködve kívánjuk elérni. Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslat szövege szerint, ez viszonylag hosszú szöveg, szavazzunk. Aki támogatja, kérem, hogy... Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Javaslat a Klisovác utca, Erdőhát utcától Dolinai utcáig tartó szakaszának és ehhez csatlakozó területeknek belterületbe csatolására, telekcsoport újraosztást követően önálló helyrajzi számon. A képviselőtestület 2022-ben úgy döntött, hogy a belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani. A fejlesztéssel érintett Klisovác utca, ennek is a Patakpart utca és az Orom utca közti szakaszának a tervezése során megállapításra került, hogy a Klisovác utca
0170/2-es helyrajzi számú ingatlan, ami az Erdőhát utcai útcsatlakozástól Budakalász-Pomázi közigazgatásai határaig tart. Ez jelenleg külterület. A későbbi hasonló pályázatok sikeressége érdekében a külterületi ingatlanok belterületbe vonása szükséges. Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a határozat utolsó mondata helyébe a következő kerüljön. A belterületbe csatolás során a fekvésváltási eljárás költségeit az önkormányzat vállalja, valamint a belterületbe csatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az önkormányzat végzi el. Ezt a módosítást befogadom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete. A Budakalász, Krisovác utca, Erdőhát utca és Dolinai utca közti szakaszát fekvés határváltozást követően belterületbe csatolja. A belterületbe csatolás során a fekvésváltási eljárás költségeit az önkormányzat vállalja, valamint a belterületbe csatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az önkormányzat végzi el. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Javaslat földhasználati szerződés módosítására a sportcsarnok öltöző épület feltüntetése és bővítése érdekében. 2016-ban az önkormányzat, mint földtulajdonos, és a Kalász Kft., mint építető között 1861/21-es helyrajzi számon megjelölt ingatlan tekintetében földhasználati szerződés jött létre. Az ingatlanon a földtulajdonos hozzájárulásával a Budakalász kézilabda ZRT mintegy 517 négyzetméteres épületbővítést hajtott végre. Ennek alapján a földhivatalban való épületfeltüntetés tekintetében földhasználati szerződés módosítása szükséges. A megállapodás értelmében a szerződő felek között osztott tulajdonjog keletkezik, vagyis a Kalász Kft. Tulajdonába kerül a sportcsarnokhoz tartozó öltözősor, mint felépítmény, összesen 517 négyzetméter nagyságú bővítéssel, így a sportcsarnok teljes alapterülete 3356 négyzetméterre vonatkozott. Jó estét! Míg a telek tulajdonjoga változatlanul a földtulajdonos önkormányzatot illeti meg. Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e ez kérdés, hozzászólás? Kóder György képviselő úr. Megadom a szót. Köszönöm a szót. Csak azzal a levéllel kapcsolatosan szeretném kérdezni a jegyző, illetőleg a városvezetésnek a álláspontját, amit kaptunk, hogy képviselők mindenkinek megküldött a kézzel az ERT, amiben vitatták ennek a előterjesztésnek a megalapozottságát, hogy ezzel kapcsolatosan néhány szót halljunk, hogy mi is a álláspont. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt tudom mondani összefoglalóan, hogy megnyugtató válaszokat kaptunk, de átadom a szót jegyző úrnak, és ő ismerteti a pontos részleteket. Tisztelt képviselőtestület, a önkormányzat alkalmazásában álló Viszlói Tamás ügyvéd úrtól kértünk be szakvéleményt, aki az előzményeket is kiválóan ismeri, és ezzel kapcsolatosan megerősítette azt az álláspontunkat, amit az előterjesztés is tartalmaz. Itt TAU beruházásból valósult meg a sportcsarnokhoz tartozó öltöző sor megépítése azzal, hogy ez önkormányzati tulajdonba kerüljön. Ezzel kapcsolatosan szükséges az elkészült öltözősor ingatlan nyilvántartásban történő feltüntetése. A felek korábbi akarata nyilatkozatai ebbe az irányba mutatnak, és mindezt más ügyekben született bírósági határozatok is alátámasztják hasonló esetekben. Javaslom elfogadni a döntést. Köszönöm. Köszönöm. Van-e más kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a Budakalászi Sportcsarnok épületbővítése, kialakítása érdekében a Kalász Kft.-vel 2016-ban kötött földhasználati szerződést, az ingatlan nyilvántartási átvezetés, épületfeltüntetés véget, a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerint módosítja, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul az épület által elfoglalt terület változásához, a földhasználati jog módosulásához, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a budakalászi 1861/22/B helyrajzi számú, a bővítménnyel együtt 3356 négyzetméter nagyságú sportcsarnok megnevezésű épületet önálló ingatlanként az ingatlan nyilvántartásba feltüntessék, az építkező 1/1-es arányú tulajdonjogának ráépítési jog címén történő egyidejű bejegyzéséhez. Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete viseli az épületfeltüntetés költségeit, és elvégzi az épületfeltüntetéssel kapcsolatos feladatokat. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett a határozatot elfogadta. Az utolsó nyilvános napirendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat emlékmű állításával kapcsolatos döntésre. Külön köszöntöm Kovács Attilát, aki a kezdeményezője az emlékmű állításnak. Kovács Attila a Lemfonó Hév megálló parkjában álló Kárpátok-őre szobor mellé emlékmű felállítását kezdeményezte, amely a 2006-os rendőrterror áldozatainak állítana méltó emléket. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint közterület elnevezése, köztéri szobor műalkotás állítása a képviselőtestület hatásköréből át nem ruházható. Vitathatatlan tény, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a békés tüntetőkkel szemben súlyos karhatalmi túlkapásokra került sor. Az indokolatlan brutalitás, valamint a rendőri és politikai vezetők szerepe és felelőssége közismert. A 2006-ban történt tragikus eseményekre és az áldozatokra való méltó emlékezés, tehát jogos és nemes szándék. A javasolt helyszín azonban nem tűnik jó választásnak. Egyrészt a 2006-os események nem Budakalászon, hanem Budapesten történtek. Ez a történelmi szégyenfolt szerencsére nem a mi városunkhoz kapcsolódik. Másrészt az eseményekről olyan helyszínen érdemes emlékművet állítani, ami alkalmas lehet akár országos szintű megemlékezések, rendezvények befogadására. Az indítványban megjelent helyszín a méreténél és elhelyezkedésénél fogva erre nem alkalmas. Ezért az előterjesztő álláspontja szerint az emlékmű méltó helye nem Budakalász egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Kárpátok-őre szobor mellett, hanem sokkal inkább Budapesten, a rendőri túlkapások helyszínén lenne indokolt. Az előterjesztést a Településfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezem elsőként a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Máté István képviselőnek adom a szót. Elnézést kérek. Én is egyetértek az önkormányzat javaslatával, hogy a helyszín kicsi, nem oldja meg a problémát, mert ha egy ilyen komolyabb környezetbeli ünnepséget tartanak, ottan több százan lesznek része. Ez a része alkalmatlan rá. És én javaslom, hogy mindenképp attól, hogy nem van Budakalász is, majd adok róla listát, akik károsultak ebbe, vagy részt vettek ebbe a tüntetésbe, hogy a későbbiek folyamán kérjük meg a Kovács urat, hogy nézzük meg, hogy az önkormányzatok közösen, hogy ne kelljen elutasítani dolgot, hogy hol tudnánk olyan területen, ahol meg tudnánk ezt csinálni. Én még azt mondtam, hogy én még hozzátenném a 56-os emlékművet is, mert azt se érzem teljesen méltónak. Már ugye a megjelenését. Az egy kopjafa, ugye? Igen. Úgyhogy a hely az jó, mert ott azért, de foglalkozzunk egy kicsit vele.
tegyük össze a fejünket, akik érdekeltek benne, meg különösen, és hát meg gondolom, hogy megfelelő anyagi háttér is kell hozzá. Úgyhogy köszönöm, csak ennyit akartam. Köszönöm szépen. Tolonics István képviselő úrnak adom a szót. Most jó lesz. Köszönöm szépen a szót. A 2006-ban mi akkor a helyi rendőreinknek is pénzt szavaztunk meg, mert megsérültek, és a védőruházatuknak a úgymond korszerűsítésére elég komoly pénzt, nem tudom már az összeget, hogy az akkori testület mennyit szavazott meg. Meg úgy, ahogy képviselőtársam mondta, nagyon sok olyan károsultról tudok én is a falunkban, városunkban, akik itt elszenvedtek dolgokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. A jegyző úrnak adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm szépen a szót. Egy módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, ami egy jogi szempontú felülvizsgálatnak az eredménye. Egyetértve az előttem szólókkal, természetesen a tartalmát nem érinti, de fontos, hogy a határozati javaslat pontosításra kerüljön. Ugyanis a kezdeményező Kovács Attila által megjelölt helyszín, a mindannyiunk által jól ismert Lenfonó Park, a 12/36/15-ös helyrajzi számú önkormányzati terület nem közterület. A közterület fogalmába beletartozik, melyet a Kúria 1/2022-es jogegységi határozata alaposan körüljárt, és visszautal az építési törvény fogalom meghatározására. A közterületnek fogalmi eleme, hogy az ingatlan nyilvántartásban ekként legyen nyilvántartva, és ahogy ma ellenőriztem az ingatlan nyilvántartást, kivett udvar és gazdasági épület feltüntetés szerepel. Tehát egy ilyen korláttal állunk szemben az adott terület vonatkozásában. Másrészt a helyi építési szabályzat KÖ-U kötőjel 3-as besorolásba, tehát közúti besorolásba sorolja jelenleg ezt a területet. Ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy a jövő évben elfogadásra kerülő új helyi építési szabályzat ezt a területet már helyesen a mostani használathoz igazodóan zöld parkként fogja szabályozni. Tehát ez a két olyan jogi helyzet állt elő, ami miatt az alábbi határozati javaslatot terjeszteném elő. Az önkormányzati tulajdonban lévő területen a határozati javaslat ismert, tehát nem közterületre vonatkozik a döntés, hanem önkormányzat tulajdonában álló területre. Ez azért fontos, mert a 91. évi 20-as törvény értelmében szobrot csak közterületen lehet tud elhelyezni az önkormányzat a saját tulajdonában lévő közterületek közül. Fontos módosítást lépett hatályba a 91. évi 20-as törvénnyel kapcsolatosan 2010-ben, köztudomású, hogy 2010-es esztendőket megelőzően a fővárosban csak a főváros volt jogosult szobor felállítására. 2010-ben azonban egy törvénymódosítás következtében, ez a 2010. évi 48-as törvény, a főváros mellett a kerületi önkormányzatokat is megilleti az a jog, hogy a tulajdonokban álló közterületeken szobrot emelhessenek. Köszönöm, ennyivel szerettem volna kiegészíteni, és ezt a módosító javaslatot megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ezt majd szavazzuk, de még előtte kérdezem Kovács Attilát, az emlékmű felállításának kezdeményezőjét, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez. Az SMS-ünk alapján egy testületi döntés szükséges megelőzőleg. Akkor támogatjuk el, hogy megadjuk a szót Kovács Attilának. Kérem, hogy most szavazzunk. Jó, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal elfogadtuk. Akkor Kovács Attilája szó parancsán. Köszönöm a szót, a képviselőtestület. Akkor tisztázom néhány dolgot, amit egy úr mondott.
akkor hogyan lehetett a Kárpátok őrét felállítani, hogyha akkor, vagy azóta nem tudom, hogy ez a 2010-es jogszabály mit változtatott a helyzeten, de akkor a Kárpátok őre sincs jogszerűen felállítva, nekem ez az első benyomásom, hogy akkor azt el kéne mondani, hogy valami rendelt módosítással helyre tenni jogszerűen azt, hogy ott megfelelően állhasson ez az emlékmű. Tehát, hogyha ebből indul ki, akkor én szerintem mellé ugyanúgy oda illik és jogszerű a bármiféle emlékműnek a felállítása. A területtel kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, hogy a Petőfi szobor felállítása az mekkora terület áll rendelkezés az önkormányzatnak, hogy ott valaki beszédet mondjon, ha ez föl lesz állítva, mert szerintem ott még kevesebb a hely, ott egy út is van, tehát az út korlátozása nélkül nem lehet még 10 embert csodálítani, hogy koszorúzzon vagy beszédet mondjon. Tehát ez nem helyi igény kérdése, hanem ott azon a területen több száz ember is elfér akár. Ez az emlékmű, hogy miért Budakalászra került, vetették ezt föl többen. Egyrészt azért, ennek több oka is van. Ha már Petőfi szobornál tartunk, akkor mindenki nagyon jól tudja, hogy az első Petőfi szobort 1862-ben állították föl Kiskörösön, és utána több száz Petőfi szobor létesült szerte a Kárpát-medencébe. Budapesten több is van, műző méretekben. Tehát az, hogy egy ilyen emlékmű elsőként ide Budapestre kerül, ez nem mond ennek annak ellent, hogy lesznek még a történelem évtizedeiben, ami előttünk áll, nyilván máshol is ilyen jellegű szobrok, és bízunk abban, hogy Budapesten is lesz. Tehát az, hogy most először Budapestnek jutott eszébe, vagy nekem, vagy mögöttem álló magánszemélyeknek, az semmiféleképpen nem mondanak ellent, hogy mondjuk itt legyen az első, aztán majd nyilván lesz ennél egy méltóbb emlékmű is, ahogy a Petőfinek is egy eléggé jelentéktelen emlékművet avattak fel annak idején. Aztán mondjuk a Petőfi lábánál van egy 3 méter magas Petőfi szobor is. Tehát nem ez lesz az egyetlen nyilván, lesz ennek egy méltóbb változata is különböző helyeken, és nagyon remélem, hogy az Asztúriánál vagy a Deák téren is. Tehát ettől én nem óckodnék, hogy egy ilyet most felállítsunk. Egyébként pedig közadakozásból fog felépülni, és arra várnak, akik ebben támogatnak bennünket, a képviselőtestület rámondja a hozzájárulását, amit köszönök, hogy rámondtak. Lehetne nagyobb terület is, ha lenne Budakalászon egy akkora tér, ahova ezt el lehetne helyezni. Az OMSZ Park lehetett volna még, de úgy gondolom, hogy annak a bármilyen emlékműnek a biztonságos jelenléte ott nem biztosítható. Bárki megrongálhatja, vagy nem tudom, hát ez a OMSZ Park, ez gyakorlatilag nem Budakalász, aki, hanem bárki oda jön Békás megyéről, és gyakorlatilag ismerjük a helyzetet, hogy ott milyen szemetelések, rongálások történnek nap mint nap, tehát én azt gondolom, hogy ott az a tér az nem alkalmas arra. Itt viszont egy meghitt helyen el lehetne ezt helyezni, és lennének emberek, akik oda egy szál virágot elhozzanak, vagy megemlékezzenek méltóképpen. Egyszer ezt be tudjuk fogadni, több száz ember be tud fogadni ez a terület, és utána majd lesznek máshol is ilyen emlékművek. Eredetileg úgy képzeltük, hogy március-áprilisra talán megvalósult ez a dolog, de késésben vagyunk. Mindegy, hát akkor majd, ahogy összejönnek a pénzek, nyilván úgy ők ezt felállítani. A avatásra Novák Katalin elnökasszony kapott meghívást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt a felvetésre csak annyi kiegészítést tennék. Szerintem az, hogy annak idén a Kárpátok őre szobornál megvizsgálta a testület, vagy a hivatal a közterület jelleget, azt nem tudom. Elképzelhető, hogy nem történt meg. Mindenesetre most a jelenlegi hész módosítás, ami folyamatban van, ahogy ugye jegyző úr is említette, ezt a kérdést kezeli. Tehát ez igaziból azt indokolja, tehát hogy most nem dönthet úgy a testület, miután most még nem közterület, de ha a tervek szerint ugye decemberben elfogadjuk a hész módosítást, ami majd januárban hatályba léphet, akkor onnantól kezdve ez a jogi akadály ezen a területen nem áll fenn. Ami a Petőfi szobrot illeti, a Petőfi szobor esetében
Egyrésztről ugye itt nem az országosan első Petőfi szobor, ahogy Kovács Attila is ugye elmondta, tehát itt ugye azért alapvetően helyi ünnepségek várhatók, és a másik fontos dolog, hogy pont az említett ok miatt ugye jelenleg az a terület, ahova a Petőfi szobor jövő márciusban kerül, ez egy elég rendezetlen terület, és szűkös is. Pont ennek érdekében kerül majd sor ott a közterület megnyitására a Táncsics utca 1-es számú ingatlan udvara felé, ami lehetővé teszi azt, hogy sokkal méltóbb és tágasabb körülmények között, nem csak a megemlékezések számára, hanem a Budakalász polgárainak számára napi használatban is egy tágasabb közterület jöjjön létre. Úgyhogy ilyen szempontból itt várható egy előrelépés. Kóder György képviselőnek adom még meg a szót. Köszönöm. Ügyrendi kérdésben kértem szót. Most, ha jól értettem jelző szavait, akkor közterületre lehet ugye köztéri szobrot elhelyezni, és ez most nem közterület. Tehát, hogy tulajdonképpen most kell-e, vagy szavazhatunk egy olyan dologról, ami jogszerűen, ha igen, vagy nem nyomunk, akkor sem lehetséges most ebben a kérdésben állást foglalni. Köszönöm. Köszönöm, igen, ez teljesen jogos felvetés, ugyanis jelenleg nem közterület, ahogy egyébként kiderült itt már az előterjesztés benyújtását követően a kollégák megvizsgálták a jogszabályi feltételeket, és akkor derült erre fény. Ez szükséges akkor a szavazás? Jegyző úr? Ebben az esetben nyilvánvalóan a képviselőtestület hatásköre arra terjed ki, hogy szoborállításról közterületen döntsön. A hatásköri törvényt értelmezve olyan hatásköre nincs a képviselőtestületnek, hogy közterületnek nem minősülő területre, bár nyilvánosan az látogatható, bármiféle döntést hozzon, akár támogató, illetve hát ez csak egy pozitív hatáskör, tehát olyan döntést a képviselő testület nem tud hozni, hogy ne támogassa a döntést. Tehát, hogyha ez a terület nem közterület jelenleg, bár a mindennapi észlelésünk során azt gondolom mindannyian, akik arra járunk, úgy tekintettünk rá, mint közterület, mégis az ingatlan nyilvántartási feltüntetés ilyen pontosítása még szükséges, hogy ez a terület valóban közterületté váljon, akkor ha még a kezdeményezés továbbra is ezt a területet jelöli meg, akkor lehet újra a képviselőtestület elé hozni a javaslatot. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy itt helye lehet annak, ha a testület úgy dönt, hogy a napirendről leveszi ezt a kérdést, mert kiderült, hogy nem közterületi helyszínről van szó. Illetve hát a HÉSZ szabályozása is korlátját képezi a megfelelő döntéshozatalnak. Bármilyen irányú legyen a döntéshozatal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valaki kíván-e még hozzászólni? Kovács Attila. Bocsánat, meg kell megint a gyors szavazással a SMS szerint, akkor képviselőtársakat kérdezem, hogy megadjuk el szót Kovács Attilának. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal támogatta. Kovács Attila parancsolja. Akkor ezzel szeretnék viszont választ adni, hogy amikor ezt kezdeményeztem, ezt az egészet is elindult, akkor ez miért nem derült ki akkor? Mert én világosan leírtam beadványomba akkor, hogy mi a szándék. Én kaptam egy üzenetet is egy helyszínre azot, hogy mi a jogállás ennek a területnek, mert akkor ugyanis mindjárt azt kezdeményeztem volna, megfordítandó a sorrendet is igazán a Kóder úrnak, hogy akkor ezt ilyen szándék miatt minősítsék át, és nem veszítettünk volna egy fél évet. Mert így most akkor az van, hogy meg kell várni a decembert, ha jól értem, át lehet minősíteni, és majd januárban újra lehet benyújtani ezt a kezdeményezést a testületnek. Kérdezem a jegyző urat, hogy ez miért nem derült ki, és miért vezetett engem félre ezzel? Kérem válaszoljon. Köszönöm szépen, félrevezetésről természetesen szó sincs. De van. Ugyanis akkor nem csináltam volna Nem, szó sincs erről. Tehát a
a kúria jogegységi határozatát, ahogy ma átolvastam, hogy a közterület fogalmát pontosítsuk, ez egy utólagos ellenőrzés volt, a kúria jogegységi határozata utal az építési törvényre, ahogy az előbb már említettem. Nem akkor tisztelt. Hát nem minden nap olvassuk a kúria jogegységi határozatait, tehát azt tudom önnek mondani, hogy ez az egyik feltétel, ami itt akadályát képezi. A másik pedig a HÉSZ előírása az jelenleg az adott területet közúti besorolásba rendezi. Tehát ahhoz, hogy itt a szoborállítás szabályosan tudjon történni, ahhoz meg kell várni a HÉSZ módosításának az elfogadását, ami ezt a területet már ZKP, az a zöld park besorolásba sorolja. Ezzel párhuzamosan sürgősen el kell indultanunk a terület közterület jellegének a átminősítését is az ingatlan nyilvántartásban. És értem, csak ekkor, értem, hogy ezt miért tudta ugyanezeket a mondatokat fél évvel ezelőtt nekem elmondani. Nem lennénk előrébb, akkor sem, nyilván nem szándékos ez a helyzet. Ellenőriztük még egyszer a területet, és a mai nap folyamán is, ekkor derült ki számunkra, főépítész asszonnyal is konzultáltam ez ügyben, hogy ez a terület jelen állapota szerint nem közterület. A segítő szándék, ő benne is, igen, ő benne is ez fogalmazódott meg, hogy ezt hamarabb is észre kellett volna vennünk, ebben jogos az észrevétel. Kérem szépen, a HÉSZ módosítása az jövő januárban elfogadásra kerül, és amint elfogadásra kerül, akkor a ZKP besorolásnak megfelelően lehet kezdeményezni az adott területre a ingatlan nyilvántartási pontosítást. Jelen pillanatban nem közterület az, amiről szó van. Engem is meglepett az ellenőrzésnek az eredménye, ezt tudom önnek mondani. És kénytelen, nem szó sincs erről, de kénytelen vagyok. Lehet, hogy ember dolgozik a háttérbe, tudja. Azt hiszem, hogy a HÉSZ módosítás. És akkor jön azzal a HÉSZ-szel, aminek tudnia kellene a főépítésznek meg magának is, hogy mi a helyzet. Úgy látszik, nem tudja. Egy egyszerű területnek a nyilvántartása ezek szerint problémát okoz, és fél évig nem sikerült ezt kitalálni. Hát gratulálok. Azt tudom most javasolni a képviselőtestület számára, hogy ahogy Kóder képviselő is javasolta, hogy a napirendről kerüljön le. Természetesen, ha a jogi helyzet tisztázunk, és előre lépünk, tehát a terület alkalmas lesz közterület jellege, és a szándék továbbra is fennáll, hogy itt helyezzék el, akkor természetesen be lehet nyújtani a javaslatot. Annyit hagy mondjak magánszemélyként, hogy az adakozáshoz én magam is szívesen hozzájárulok, természetesen. Köszönöm a szót. Először az alapoknál kell kezdeni, igen. És ott tartunk, mint mondjuk áprilisban. Köszönöm szépen. Igen, ez csak két dolgot tegyek hozzá, hogy így közelről szemlélve az eseményeket megerősíthetem, hogy szándékosságnak itt semmiféle alapja nincs, nem is volt. Egyébként szerintem mindannyiunk számára itt ebbe a terembe, ez némileg új információ számomra is, ez ma vált új információ, hiszen pont az Attila által említett már meglévő szobor miatt az ember azt feltételezné, hogy ott ez annak idején is minden szempontból rendezett volt. Egyébként ugye a HÉSZ módosítás folyamatban van, tehát még hogyha a kezdeményezéskor jött volna ez a dolog, akkor is ugyanekkora átfutási ideje lett volna. Ugye az, ahogy említettük, decemberre tervezzük elfogadni, és várhatóan januárba léphet hatályba az új HÉSZ. És az új HÉSZ ezt a kérdést is rendezi, hiszen a terület onnantól kezdve közparknak lesz kijelölve. Jó, akkor elhangzottak alapján nem tudom, valaki kíván-e még hozzászólni, amennyiben nem, akkor azt a kérdést teszem fel szavazásra, hogy az elhangzottak ismeretében... Arról kell szavazni. Igen, arról kell szükséges szavazni, hogy akkor levesszük a napirendről, kérem, hogy ez ügyben szavazzunk. Ja, bocsánat, akkor még... Nézést, akkor új szavazás lesz. Itt nem látom a képernyőn, de készfeltartásra jelezted, akkor Tolonics Istvánnak megadom a szót.
Kovács úrnak ebben teljesen igaza van, mert ezzel időt vesztett. Na most közben, hogyha ezt ő időben tudja, akkor valószínűleg lehetett volna erre a területre külön hoznunk egy határozatot. Szerintem ez volt ennek a lényege, mert ugye ez most derült ki valóban, tehát ezt nem tudom, hogy miért nem lehetett megtenni. Hát ugye a hészmódosításnak is van egy viszonylag hosszabb átfutása, az elindítástól tervezésen át az elfogadásig. Hogyha ez néhány hónappal ezelőtt történt volna, akkor pont ugyanott tartana a folyamat, hogyha a hészmódosításról van szó. Természetesen, hogyha fél évvel ezelőtt elindul, akkor lehetséges pár hónapot nyertünk volna. Jó, akkor felteszem a kérdést szavazásra, hogy az elhangzottak ismeretében vegyük el a napirendről ezt a határozati javaslatot. Szavazzunk kérdőben. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazat mellett ezt a napirendi pontot, ezt a határozatot levette a napirendről, és ezzel a nyilvános napirendi pontjaink végéhez értünk. A nyílt napirendi pontok végén lehetőségük van a képviselőknek kérdéseket feltenni, vagy esetleg hozzászólást a jelentkezés sorrendjében tenni. Amiben van bárkinek kérdése, akkor kérem jelezze. Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen a velünk tartó közvetítést figyelő polgároknak is a részvételt. A nyílt napirendi pontok után most zárt napirendi pontokkal folytatjuk az ülést. Köszönöm.